Szinte Zoltán a rendszerváltás környékén vásárolt magának egy boltot, amiről később kiderült, hogy nem lehet az övé, mert se a bolt nem létezett az ingatlan tulajdoni lapján, és maga az állami cég is megszűnt, mikorra eladták neki. Az ingatlan hosszú pereskedés után, melyből Finta Zoltán mai napig egy fillért nem látott, a 12. kerületi önkormányzathoz került, akik egy különös értékbecslés után továbbadták a trafikos CBA-s Gyelán Zsolt cégének. A lakók azt szerették volna, hogyha itt egy közeli sashegyi tájvédelmi körzethez passzoló természeti zóna jönne létre, ehelyett most egy CBA épül. Finta Zoltán 1986 óta üzemeltette a Hegyalja úti kisboltot, majd 1991. szeptember 5-én megvásárolta az állami vagyonügynökségtől magát az üzlethelyiséget és a telek bérleti jogát. A földhivataltól 2000-ben értesült arról, hogy tulajdonjogát nem jegyezték be, mivel az üzlethelyiség nem volt feltüntetve a tulajdoni lapon. Ennek ellenére a bolt 2007-ig nyugodtan működhetett, eddig közszeret használati díjat fizetett Finta Zoltán a 12. keleti önkormányzatnak. Az önkormányzat viszont ebben az évben lakóövezett titelekké minősítette át az ingatlant a korábbi közterületről, és egy hosszú per vette kezdetét, ami 10 éven át tartott. Az események 2016-ban gyorsultak fel, mikor is az önkormányzat megnyerte a pert, és azonnal árulni is kezdte a telket, ráadásul úgy, hogy megnövelik a telek beépíthetőségét 30-45%-ra. A környéken lakók eléggé felháborodtak rajta, és elkezdtek levelezni az önkormányzattal, ugyanis 2005-ben egy akkori nemzeti konzultáció keretében már egyezség született a lakók és az önkormányzat között, hogy a területen nem lesz nagyobb épület, mint ami eddig volt. A lakók 340 aláírás gyűjtöttek össze és adtak le az önkormányzatnak, és igazából két kérésük volt. A legfontosabb, hogy ne nőjön meg a terület beépíthetősége, a másik pedig, hogy az ingatlan maradjon önkormányzati tulajdonban, hogy a lakók igényeit később is figyelembe lehessen venni. Az itt élők a saját pénzükből elkészítették az ingatlan élővilág vizsgálatát egy neves természetvédelmi szakértővel. A vizsgálat megállapította, hogy az élővilág kísértetiesen hasonlít a sashegy élővilágára, ami különösebben nem is meglepő, hiszen a Arancsúri kertjén keresztül gyakorlatilag érintkezik a két terület. Sőt, maga ez a rész a sashegyi tájvédelmi körzet puffer területének számít, ami azt jelenti, hogy segít az ottani élővilág megvédésében is. Sőt, a természetvédelmi szakértőnek egy javaslata is volt, szerinte egy sziklakertszerűség ideális lenne a területen, ahol a sashegyihez hasonló élővilág pompásan érezhetné magát. És mindez egyfajta kapuja is lenne a sashegynek, ahol egy apró kiállításon be is mutatnák az ideérkezőknek a sashegyi élővilágát. A lakók ellenállásának úgy tűnik mégiscsak volt valamennyi értelme, mert 2017-ben végül letett az önkormányzat az épület értékesítéséről. Finta Zoltánnak 2018 márciusában vonták be a működési engedélyét, ekkor kellett bezárnia a boltot. Aztán pedig 2020-ban az önkormányzat mégiscsak eladta a boltot. Az önkormányzat által feladott licit hirdetésre egyetlen egy érvényes ajánlat érkezett, a Gyelán Zsolt tulajdonában álló B26 Kft. 84 millió forintos kikiáltási áron szerezte meg az ingatlant. A kerületben nyílt titok volt, hogy a boltot Gyelán Zsolt akarja és fogja is megszerezni. Ezt mi is tudtuk, ezért ki is tettük egy másfél méteres plakáton a fejét az épület ajtajára, még akkor, amikor hivatalosan nem lehetett tudni, hogy ki nyerte meg a licitet. A 12. kerület valami érthetetlen okból sokkal ügyetlenebbül értékesíti az ingatlanjait, mint például Random Marika néni. Random Marika néni ugyanis felrakja az ingatlan.com-ra és a hasonló oldalakra, amiket az emberek nézni szoktak, amikor ingatlanokat szeretnének vásárolni. A 12. kerület ilyet nem tesz. A honlapján egy licit hirdetések menüpontban jelennek meg mindig 2 hétre az adott ingatlan hirdetések, de ott sem tudod megnézni, hanem 50.000 forint plusz áfáért kapod meg a papírokat az önkormányzat épületében. A telek értékbecslését az Aquadom Kft. Készítette egy szintén viszonylag furcsa módszerrel. Először vették a telek értékét úgy, mintha ezen nem lenne üzlethelyiség. Majd vették az üzlethelyiség értékét úgy, mintha nem tartozna hozzá telek. Utána pedig ezt a kettőt nem összeadták, hanem átlagolták. Képzeljétek el, hogy ez pontosan olyan, mintha valakinek lenne egy 100 millió érő telke,
amire aztán felépít egy 60 milliót érő házat, utána ez az egész az önkormányzat értelmezésében már csak 80 milliót fog érni, ugyanis szerintük nem összeadni, hanem átlagolni kell a telek és a rajta levő épület értékét. Gyarán Zsolt igazán sikeres magyar vállalkozó, 23 dohányboltot találtunk, amiben ő is tulajdonos, és több tucat CBA-ja is van. A 12. kerületben 4 CBA-ja és 5 dohányboltja is van. CBA-ja van a Márvány utcában, a Királyhágó térnél, a Szarvas Gábor úton és a Zugligeti úton. Trafikja pedig a Zugligeti úton, a Kútvölgyi úton, a Márvány utcában, a Királyhágó térnél és a Szarvas Gábor úton. Külön érdekesség, hogy amikor tavaly tavasszal az önkormányzat bevásárolt azoknak az időseknek, akik inkább otthon szerettek volna maradni, akkor akik elmentek bevásárolni az időseknek, ők csak ebbe a CBA-ba, a Szarvas Gábor útiba mehettek. Ugyanígy, hogyha gyógyszert kellett venni egy idősnek, akkor pedig csak a MON-ban levő gyógyszertárba. Emiatt, ha egy néninek, aki a Normafánál lakott, kellett egy citrom és egy aspirin, akkor az önkormányzati alkalmazott elment a MON-ba, onnan a Szarvas Gábor útra, onnan a Normafához, majd visszafizetni a MON-ba, és utána pedig a Szarvas Gábor úthoz. Végtelenül logikus. Szóval azt hiszem, ez egy újabb igazi, szép, tipikus magyar történet. Az állami intézmény, ami megszűnte, utánértékesít egy ingatlant, a földhivatallal, ami erre 9 évvel később jön rá, a kisemmizett kisvállalkozóval, a végül nevető dúsgazdag CBA-s fazonnal, az önkormányzattal, ami féláron értékesíti az ingatlanjait, és a lakókkal, akik elvégezték az önkormányzat helyett a munkáját, a véleményük mégsem érdekelt senkit.